skalcok, megjött az 1.0.2-es update-t a játékhoz. Elképesztő, elképesztő. Itt van, és hát annyit láthattok, hogy ez nem egy content, egy nagyobb content update, hanem csak egy ilyen bugfixáló patch. Nagyon izgalmas dolgok vannak ide leírva. Én szerintem egyik hibával se találkoztam. Még olyan hibát is javítottak, ahol a valami éppen történt. Szóval minden is ki lett javítva. Tegnap ez történt 5 órán keresztül, ami lehet, hogy nem 5 óra volt, hanem 7, vagy annál is egy kicsit több, de este már lehetett csapatni, úgyhogy hát, elvileg most már jó a játék. Vagy legalábbis jobb, mint volt. Pécsi nóta olvasás. Hatalmas pécsi nóta olvasás volt, kakasos. Elmondom neked röviden tövőre, mi van a pécsi nótába. Most már minden jobb. Kész. Most már kész van a játék. Mehet. 25-ös szinti vagyok. Most már jó a játék. Érdemes-e megvenni? Szeretnék valami MMO-t játszani. Régen még a Lich King-es kiegnél voltam, akkor az nagy szerelem volt, de azóta az MMO-t próbáltál, nem jött be, úgy, mint a WoW. Hát, az helyzet, hogyha WoW szerelmes vagy, és próbálkozol MMO-kkal, akkor a WoW-ot keresed benne alapvetően. Legalábbis én így álltam hozzá. 3 achievement. Azt a, most kaptuk meg. Only plays solo, az a title azért jár, mert factionhez csatlakoztam, járt a no voice chat, és járt a dozen duel. Hát ez szuper, ezt is most csináltam meg, vagy most mi van? Ez nagyon szuper. Szóval nem szabad a WoW-ot keresni az MMO-ba. Az MMO-ba, mert az csalódás lesz. Én a nagyon király RPG-s élményekért játszom a játékot. Az MMO-kat. Mert én egy nagyon rossz MMO játékos vagyok, hiszen online playerek nélkül próbálok érvényesülni egy MMO-ba, ahol pont az a lényeg, hogy rengeteg arccal lehet összefutni. És rengeteg barátság szövődhet. Ja. Igen. Ilyenek az MMO-k. És vannak a E-Hunter félék, akik egyedül játszák. Ja. Amúgy én nagyon élvezem eddig a New World-ot. Lehet, hogy akkor majd nem fogom, amikor már csapat kell, és lehet, hogy nem lesz. És akkor nagyon nem fogom élvezni. Hogyha nem tudok majd érvényesülni. Jó az új facecam keret? Hát ez ideiglenes. Ez csak így ebben a hónapban lesz. Te is inkább solo player vagy? Nem tudom egyébként, hogy a solo playereknek mit érdemes csinálni. Valószínűleg egyébként streamerek klányához csatlakozni, vagy valaki el lehet spanolni a játékba. Erre nincsenek receptjeim. Nos, skacok, legutóbb, hát nagyon sok mindent csináltunk a játékban. Először is a legfontosabb dolog az, hogy meglett az a staffunk, amivel már portálokat tudunk bezárni. Szóval ilyen korrupt portál bezárogatások már mehetnek is, csak hát ez 45-ös, úgyhogy ezek itt biztos nem. De már képes lennék portálokat bezárni ezzel a staffal, úgyhogy nagyon jó. Nagyon jó. Most már ezzel is megvagyunk. Nagyjából színbe jöttem a főküldetésemmel. De csak nagyjából. Úgyhogy, hát igen, haladtunk a fő sztorival, és közben már tier 3-as felszereléseket gyűjtögetek.
A cél az az, hogy ebben a streamben az összes tier 2-es cuccomat lecseréljem tier 3-ra. Ha máshonnan nem, akkor a faction-ös repus shopból. Illetve hatalmas pillanat, most átléptük a 102-es STR-t, így 20 encumbrancét kapunk, az azt jelenti, hogy 20 ubarka jön a táskánkba. Illetve 10% a melee weapon heavy attack damage-ére. Zsír. Én is úgy terveztem majd, hogy csapatba haladunk, és milyen jó lesz, de a játék eleje óta egyedül haladok. De melyik szeró nyomod madari egyébként? Kicsit körbe kell néznem, hogy... Igen, meglett a... Jaj, hát igen, majdnem lehagytam egyébként még egy fontos dolgot, nem csak, hogy meglett az azos tapu, meg tier 3-as cuccaim lettek, hanem... Legutóbb. Partiba kerültem. Bizony. Tehát, hogy más játékossal játszottam. Tyap-tyap volt az első nekem, akivel együtt partizgattunk. Szerintem madari mi nem vagyunk egy szerveren, ha tippel nem kéne. Úgyhogy itt tartunk jelenleg. Hát ebben a streamben szerintem a 27-es szintet fogjuk elérni. És hát nagyon remélem, hogy sikerül majd haladnia a felszerelés lecserélésével. Neked csak barátnős recepted van? Na jó, és a csajoknak milyen tippet tudnál adni? Az vesz, vagy csajoknak nincs tippet, csak a srácoknak? Ha most veszitek meg a játékot, ugyanúgy tudtok érvényesülni, mint azok, akik előrendelték, vagy a megjelenés napján vették meg. Sőt, nektek még jobb, mert akik előrendelték, vagy a megjelenés napján vették meg, azoknak várnia kellett, hogy... Tehát, hogy... Például elvitték előled a szörnyeket. Vagy kivágták előled a fákat. Most már nincsenek annyian a kezdő területeken. Jó, vannak, de nem annyian, mint a kezdéskor. Hello, pián vagyok. Aha, hát akkor nem tudunk úgy együtt játszani, madari. Na, örül nagyon Jónás, mert hogy meglett a botom. Meglett a botom, és fiatal vagyok, mint egy újszülött baba, azt mondja. 7000 XP? Sose voltál még leány? Még, az best. Így van, most, hogy van botom, harcolatok a korrupció elől, mármint, hogy ellen. You've seen the breaches, the red roiling wounds. Igen, már láttuk ezeket a töréseket. Így van, a botommal be lehet zárni a töréseket. Hát ezeket ugye már megtettük, szóval én egy kicsit csaltam, mert ahogy meglett a botom, rögtön töréseket zárogattam be gyap-gyapékkal, és hát a bácsi még csak most mondja, hogy amúgy lehetne ilyet csinálni. The power of Azoth and that of a pure willingly given soul. You should christen it. Find one of the breaches nearby, but be careful. Ajaj, most már pont az a küldetés. Most már pont az a küldetés, hogy zárjunk be egy korrupciót. Ajaj. Ja, jó, hát ez szerencsére nem olyan, hogy ilyen eventes, hogy itt kell keresni, hanem ez bármikor meg tudom csinálni. Eltávolították a könyvtáradból a New World-ot, azt hogy? Hogy történhetett ilyen retekegér?
beítöttük a területi bónuszokat. Az nagyon messze van. Ez a küldi nagyon messze van mindentől. Igen, az meg pont dungeon-es küldetés. Úgyhogy hát én nem tudom, hogy azt hogy kell megcsinálni. Ott van, egyelőre ott hagyjuk. Van olyanunk. Ott le lehet adni egy küldit, és arra is kell majd csinálni küldiket. Hát a fene se tudja. Minden esetre így most elindulunk. 1-es, 2-es, 3-as. Beleteztek nagyjából 100 órát a játékba, akkor lesztek olyan 40-50-es szintűek egyébként. Én azt láttam. Nem tudom, hogy még most hány óránál tarthatok. Kéne egyébként ilyen gyűjtögetős cuccokat is fejlesztenem, upgrade-elnem, mert már szerintem lehetne jobb nyúzókésem is. Ötven rawhide. És hol vetted meg? Steamen, vagy a New World oldalán, vagy valami más-más oldalon, retekegér? Ja. Bizony, Struti. Próbálok mindig ilyen útvonalakat kialakítani, hogy így mindent is meg tudjak csinálni. Á, hogy itt a korrupció. Achievement. For the humans. Zárom, srácok, zárom. Megtisztítottuk. Közben megkaptam egy kis sebzést. Hát, mit tudom én. Oda megyünk. Ő ide akar jönni? Szerintem ide akarnak jönni. Nekem egyébként skacok, ami hasonlóan tetszett, mint ez a játék, az a Guild Wars 2. Én azért kezdtem el megmondni a játékot, mert például ami küldetés most csinálsz, azt én 15-ösen csináltam, most meg 24-es szinten nincs is főküldim, amíg el nem érem a 30-asat. Ja, ez olyan fura. Ez olyan furin van kitalálva. Pedig elvileg az MMO játékokat nem lehet rosszul játszani. De ezek szerint a New World-ot lehet. De nem szabad úgy játszani, hogy a fő küldetés nagyon nagy prioritást élvez. Ami fura. Ja, látszom, hogy jön valami hatalmas content a Guild Warshoz majd jövőre. Ahogy én szeretném játszani az MMO-kat,
ahhoz kellene, kellene egy új élet. Vagy ne 24 órás legyen egy nap. Ja, nyuszikat kell izélni, jól van. Skinningelni, meg újkákat kell nyúzni. Nem figyeltem, hogy ez a kettes küldi, ez micsoda. Herbál. 27-es szinten vagyok, és 34-es mobok ellen kell mennem, nem mondom, hogy nehéz. Hát de vannak olyan küldik, amiknél nem kell ilyen szörnyek ellen menni, nem? Tehát, hogy nem kell ennyire kínoznod magad, madari, szerintem. Branches. Tehát, hogy ez ennyi. A branches-t azt honnan szerezzük? George! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Az olyan, mint egy bokor, csak barna, barna bokor. Aha. Köszi szépen, Aaron. Köszi szépen, George, a 3 hónapot, és gratulál az újabb badge-ethez. Srácok, nyugodtan pergessétek a szövegeket George-nak. Igen, igen, ilyen 2-3 szint különbség az abszolút nem gáz. Akkor elvileg az ez lesz. Briar. Az helyzet, hogy ilyen Briar, ilyen volt a WoW-ba, csak Briar Thorn volt. Tüskebokor. Mint hogyha tüskebokor lenne. Ennyit kell szedni. Nem tudom amúgy ezt hogy kell mondani. Hogy kell ejteni ezt a Briart, srácok? Hopp, még sokat is szedtem. Illetve most kellenek a pulykák. A pulykákok. És hol vannak a pulykákok? Itt mond kettes. Kettes. Eltűnt a kettes. Nem javasol semmit. Pulykákat majd találjak valahol, azt mondja a játék. Briar. Aha. Briar. Köszi. Úgyhogy Briar. Köszönöm szépen, Ákos. A kiejtésre voltam kíváncsi. Nyuszi. Nyuszi már nem kell. Missing patrollust kell keresni. Aha, itt kell. Abominációt ölni most már. Úgy ejted, hogy Briar? Vannak vicces ejtések. Lehet viccesen ejteni a dolgokat. Legtöbbször azért szoktam én is hülyeséget mondani, mert nem tudom, hogy hogy kell. Vagy akkor, amikor pontosan tudom, hogy hogy kell. És így nem igazán lehet eldönteni, hogy na most nem tudja Jánter, vagy tudja, csak hülyeskedni. És akkor lehet fogni a fejeteket, hogy ne. Briar? Köszönöm szépen, lovaska. Briar, Briar. Uh-huh. Ha ír vagy, akkor meg csak brrr. Ez tetszik. És ha magyar vagyok, akkor hogy kell mondani? Akkor kell úgy mondani, ahogy Ákos mondta, hogy Briar, nem? Ja, hát ez most meglett, és pulykákat kéne keresni, de pulyka nem valószínű, hogy itt lesz. Szóval, innen gyorsan elmegyünk. Akkor meg úgy kell mondani, hogy a vadrózsa.
Megpróbálom ezt. Megpróbálom ezt a valamit. Mi a neved, zsidó? Hát, hogyha rajtunk múlik, akkor az lett volna, hogy vadrózsa. Igen. Azt a filmet nem lehet megunni. Annak a filmek nem lehet megunni az újranézését. Vadlóza. Ó, ez hatalmas. Oda kell mennünk, majd utána kaszálunk. Ez jó lehetett, hiperkarma. Aha, szóval ez a csáp! Ez a csáp egy kicsit sokat sebez. És ezt kell nekem megoldani 25-ösön? Jó, ez rektálás, rektáció 4-es. Ennyi onnan. Hú, hello. Hello. Se. Épp azt akartam mondani, hogy azt hiszem megúsztam. Nem. Nem úsztam meg. Hát ezt nem úsztam meg. Én ezt arra szoktam használni, hogy meghalljak és ingyen teleportáljak a városba. Hát akkor viccesen van ez megcsinálva, hogy nincs büntetés a halálnál. Most kell beírni, most már be lehet írni, ugye. Ding, ding, level 26, elképesztő. Tier 2-es cuccokat kapok még. Ó, ez egy 3-as mondjuk. Kuka, kuka. Menjél már. Ja, hát amúgy se tudtam volna ott mit csinálni, skacok. Van bünti, romlik a cuccod, és, nem végtelenségig javítható, komolyan. A szemétség. So, the patrol from Marnock's Bluffs had already been wiped out by the time you arrived? The poor sots have probably joined the ranks of the lost now. Igen, valószínűleg ez volt az a patrol, amit az Abomination-ak megöltek. Achievement hátán. Bocs, de meg kell nézni, hogy milyen achievementet kaptam. Mit kell nézni? Karakter, achievement. Megcsináltunk 75 küldetést. Hát valami albetűs szervert mondtatok, hogy azon az albetűs szerveren van sok magyar, meg a Muspelheimen vagy mi. Beszélünk a szomszédokkal. In fact, there is a gift we might bring as a token of our intentions. A First Light-osokat szeretem. Ott kezdtünk. Stone Block kell a First Light-osoknak, azt hallottam, Miklós. Azt mondja, gyűjtögessek, vegyem meg, vagy lopjak, tök mindegy. De vigyek Stone Blockokat neki. I am not sure why she needs the blocks, but it must be for something important. 50 stone block kell a First Light-nak. Ha nem lehet végtelenségig javítani, akkor mi értelme van? Full legendary is tönkre megy egyszer? Hát ezek szerint. Nem tudom, én eddig mindent meg tudtam javítani, bár így fejlődés alatt előbb-utóbb lecserélem a cuccost.
Visszatesszük amúgy a hangját ennek a UI-nak, mert csak 90-re. Hogy annyira idegesítő ne legyen azért. Téves info volt? Nincs ilyen, hogy egy idő után ne lehetne javítani? Hát, nem, se nem tudom megerősíteni, se nem cáfolni ezt a dolgot, srácok. Én oda el akarok menni, sőt nem is így, hanem csináljuk. Aztán azt is, és újkát kell keresnem. Az meg már dungeon-ös küldetés. Tehát akkor az ötössel kezdünk. Én melyik szerveren nyomom? Én a NAV-on, NAV nevezetű szerveren, de itt nem nagyon vannak magyarok. Ujka! Na hát itt csak megyünk egyenesen, az majd jó lesz. Most mi történt? Kellett egyet klikkálnom. És mi a fő küldünk? Jónással kell dumálni. Fene vinni el Jónást. Az egy pulyka. Andi, 1000 éve. Mi újság, mi újság? Ja, van ez a repair part, amit úgy lehet szerezni, hogyha szétszeded az itemeket. Így van, ott írja, hogy ahhoz, hogy több ilyet szerez, fegyvereket és felszereléseket kell szétszedned. Briar. Tetszik. Ma is tanultam egy új szót. Már megérte felkelni. Ó. Remélem azért nem kimerítően sok volt a meló, Andi. Örülök, hogy itt vagy. Itt minden szuperságos. Szerencsére. Reggeliztem még. Tám is van, úgyhogy boldog vagyok. Ide jövünk, hogy Ancient Guard-okat pusztítsunk, akkor nem ide kell jönni. Igen, mert oda föl kell mennünk. A fene vinnél. Abban meg kellett volna nézni a térképet. A főküldi 7000 XP-t adott, srácok, úgyhogy jól fejlődtem most velem. Az a kék cuccos ott nagyon izgatja a fantáziám. Valószínűleg egyébként mining kell hozzá, és valószínűleg egyébként nekem nem lesz akkora miningom, amivel azt a kék cuccotat ki lehet bányászni. Ha tippel nem kéne.
Miért szórtad bele a chestbe a lányzsádat? Ezt? Én nem használom? Nem próbáltam. Azt hiszem amúgy lányzsát még nem is próbáltam. Egyébként. Az micsoda? Iron? Vagy mi ez? Ó, igen. Kipi-kopi, kipi-kopi. Nem akarok így gyűjtögetni streambe, de annyira kielégítő. Valamibe volt ez a chess balancsed? Műveletlen vagyok, Szofi. Achievement? Ma rengeteg achievementet kapunk, skacok. 1000 cuccot kiszedtem a pickaxe-emmel. Ja, a kipi-kopi. Na, azt meg pláne nem tudom. Mint a porszívó. Minden ilyen hülyeséget felszedek. Arra nagy hóli horgas, nagy kalapácsagon. Ja, hogy a kalapácsomra. Én meg azt hittem, hogy ez a lányzsa. Nem tetszik nekem. Lehetne így böködni. Na szóval elvileg itt vannak az Ancient Guard-ok. Ja, egy kicsit följebb. Ez már overkill volt. Gyere rám! Hát, ezt nem így gondoltam. Lovácska. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy a 94. feliratkozás ajándékozásoddal Andi 5. hónapját tetted lehetővé. Dexter laboratóriumába volt ez. Nem láttam. De Adri mindig emlegeti, hogy ő azt mennyit látta, vagy mennyit nézte. Meg lett ez a küldetés. És most... Hát most amúgy oda kéne mennem. Hagyjál békén. Micsoda új design? Ja, hát ilyen Halloween-i. Megadtuk a módját. Megadtuk a módját, Daberga. Szevasztok, szevasztok. Hát elvileg kell szednem kavicsokat. Ezeket majd meg is kell munkálnunk. Nem tudom, hogy a stone block az így hány kavicsból lesz. Olyan furán vannak elszórva a területek. Itt egy 14-es, mellette egy 6-os, aztán egy 30-as. Olyan fura nekem. De lehet csak nem értettem meg a nem értem még a logikáját.
Sharp Claw. 28 ér oda utazunk. Területfoglalás van, a területek erő egyensúlya fontos, balanszolva. Hmm. Oké. Okay. Én elhiszem neked, főkolompos. De amúgy, hogyha ha PvP-znék, akkor valószínűleg többet számítana ez az egész. Mert a saját területemen PvP-zek, vagy enemy területén, akkor... akkor tudom, hogy mire számítsak. Lehet be kéne nyomni a PvP-t. Sharp Claw. Aha. Ilyen cecákat kell ölni. Még kettőt. Ja, X plusz XP, hogyha benyom a PvP-t, igen, igen. Azért elgondolkodtatom. Ezek nagy és vad cicák, vérengző cicák. Még saját magukra is ártalmasak. Szofi. Szia, Rubi! Kaláska ma reggel finoman jelezte, a finom alatt azt kell érteni, hogy jó párszor átsétált rajtam, hogy ha-hó, ha-hó, elfogyott a kaja, elfogyott a száraz táp. Úgyhogy, hát, felkeltem, mint amikor még pici volt, és játszani akart, és öntöttem neki. Szia, Bogrum! Amikor pici volt Kalácska, akkor rendszeresen fel kellett kelni miatt este. Főleg én tartottam a frontot. Ez a korszak van most nálatok, Szofi? Hát ez emlékezetes lesz. Mondjuk mindegyik korszak az. 175-ös mining kell, na. Nálunk szerencsére gyorsan beállt a mi bioritmusunkra. Legtöbbször azért egy fél órával hamarabb kell nálunk. És hát próbál kaját kicsikarni tőlem. De hát nyilván nem kap semmit. Csak amikor már felkeltem. Mert hogy van száraza és nedveset akar. És azért meg én nem kelek fel. Egy fél órával korábban. Ott le lehetne adni egy küldit, az akkor ott 20-asok. Ezeket is jó lenne már megcsinálni. Ezeket akkor adtuk ott, amikor még 20-as voltam, vagy 19-18. Úgyhogy ezeket is megcsináljuk. És tettetek érte valamit, vagy magától szépen alakult ki a dolog? Magától. Az a helyzet, hogy magától. Magától állt be hozzánk. Az, hogy mikor legyen fel, megaludjon. Hát a legtöbbször egyébként alszik, de hát a cicák már csak ilyenek. Nehezen, nagyon nehezen, de hozzászokott ahhoz, hogy napközben nem nagyon foglalkozok vele. Úgyhogy akkor alszik. Aztán a legaktívabb akkor, amikor abba hagyom a streamet, meg megjön Adri. És
akkor fent van egy pár órát, utána megint lefekszik, és amikor mi készülünk az alváshoz, akkor előtte így aktivizálja magát, és ő az, aki úgymond kapcsolja a lámpát, de azzal, hogy bemegy a WC-jébe. Tehát, hogy egyszerűen nincs nap, amikor ne zárná kakkantással a napot. Ez ilyen kalácska dolog. Nekünk Rumli, ha észreveszi, hogy felébredtem, már jön közénk. Hát... jó lenne, hogyha a kalácska is akkor jönne hozzám, amikor már tudja, hogy ébredek. Nem, amikor még alszok nagyban. Bár az valószínűleg azért nehéz neki ezt észrevenni, mert én, mint a sajtkukac, tehát, hogy forgok veszettől. Úgyhogy... próbál aranyos lenni, hogy közel bújik hozzám, meg ilyenek, akkor is egy 10-20 perc múlva, vagy egy nagyon max fél óra múlva már mennie kell. Igen, van külön mosdója. Hetekig bele kellett lógatnod a kezed a kis ágyába, hogy ne sírjon az egyedül lét miatt? Aranyos. Tizenegy macska van nálatok a szomszéd jó voltából. Jesus Moose. Azért még csak rám csapott egyet. Azt mondja, hogy a kalapácsomat meg kéne javítanom. Nézzük meg, mi van akkor, hogyha nem javítjuk meg. Tönkre megy, oké, de kíváncsi vagyok, hogy hogy megy tönkre. Nem, ujka! Ujka! Nekünk mindenki azt mondta, hogy kiszica azért pörög ennyire, mert még kicsi. De az a helyzet, hogy ugyanilyen maradt. Tehát, hogy ugyanolyan aktív és játszós maradt így felnőtt korára. Hát amúgy még nem tudom ez milyen kor neki, így ez a 3 év. Hát eddig egy ládikó van meg. Azt nem akarom. És akkor itt kell ládákat keresni. Tizenegy macskátok van, akkor gondolom panelben laksz, Smooth, igaz? Opa.
Hát, azt észrevettem, hogy sokkal gyorsabban elfárad. Sokkal gyorsabban elfárad a játékban. Nagyon max, hát negyed órát tudunk folyamatosan játszani. Úgyhogy például szalad a fonal után, próbálja elkapni. Egy idő után már csak fekszik és már csak a kezével integet. Meg hogyha annyira el van fáradva, akkor már csak a fejével próbál utána kapni. Te macska szakértő, vagy lovacska? Még egy cuccos. Ó, még sok cuccos. Deckard Cain itt van. Micsoda diablós referencia. Kb. 200 macskát neveltem fel. Jézusom, lovacska. Hatalmas lótok a gazfickókból. Két kutyával költöztél kertbe. És az egyiket felváltott a 11 macska a két év alatt. És valamelyik a 11 macska közül már megtanult azért ugatni? Ez gyönyörű volt. Na, hogy áll a kalapácsunk? Hát még elég jól bírja. Elég jól bírjam. Szia, Adria második. Macskákról van szó, és Adria második már is megjelent. A fagylalt harabdáló Adria második. Szevasz, Redi? Romba nincs, se csatorna pont, se csír, Firefoxban meg van. A hiba az én készülőkemben van, vagy hol? Komolyan? Ez fura. Lovacskának 1080p nem volt tegnap. És kedvem megnyúzni a farkasokat így. Pedig amúgy így lehetne igazán jól fejlődni. A feliratozást azt ki lehet kapcsolni. Az egyik böngészőnek se a feature-je az ilyen Twitch player feature. Szóval annak lennie kéne Chrome-ba, meg Firefox-ba is. Meg mindenhol máshol. Na hát ezzel meg vagyunk, úgyhogy mehetünk lejjebb egy szinten. Remélem, hogy itt lejjebb tudunk menni. Sose láttad még ideig? Nálam itt a csatornán lassan másfél éve van. Ha-ho. Oco. Ha-ho. Nem is gondoltam volna, hogy
miután bejelentetted, hogy hatalmas hollandiai költözést viszel végbe, Pocó, hogy amúgy nem csak te vagy az egyedüli a holland néző. Kiderült. Pedig senkinek nem dicsekedtem, hogy Hollandiába költöztél. De azóta mindenki ezzel dicsekszik. Még Adria a második is. Háre! Na, arra lettem figyelmes, na basszus. Na jól van, én bíztam vadafakba, hogy ő nyalni szereti a agyit. Úgyhogy legalább van valaki a családban, aki ezt intézi. Szóval Reddy azt írja, hogy én arra lettem figyelmes, hogy a macskáim mielőtt átmennek az úton, körbenéznek, hogy jönnek kocsi, a tiszta telep, akkor mennek csak át. Hát amúgy valószínűleg a macskák ezt csinálják, csak akkor nem figyelmesek, amikor szaporodnának. Ha tippel nem kéne. Szevasz, Zoli. Gyorsan elnyomtam a challenge-öket R6-ba, csak 4 órámba került, mert nem jutott el az anyamik, hogy a 10 secondary weapon kill már nem működik, ha injure, után váltasz pisztolyra és fejezetbe. Ezt amúgy én sem tudtam, köszi az infót. És hogy állsz a battle pass-szal? Itt csak ilyen őrzőket kell legyőzni, legalábbis az egyik küldetés arról szól. A másik pedig arról, hogy chesteket kell túrni. 68, nice! Ja, nem chesteket kell túrni, hanem kreszteket kell szerezni. Nem tudom, én úgy érzem, hogy nem amiatt, hogy adtak 20 vagy 30% bónuszt, hanem attól függetlenül gyorsabban lehet most haladni a Battle Pass-ba. Szerinted is? Aha. Vagy lehet én figyelek jobban oda az, hogy csináljam ezeket a challenge-eket. Elfutna egy RX 574 GB, hát nem tudom, szia Armatox, nem tudom, hogy elfutna. Biztos van ilyen oldal, ami amúgy ezt megmondja, kiírja, de hogyha biztosra akarsz menni, hogy a te PC-den elfut, akkor hát hogyha megvan a New World ára, vedd meg. Azt 2 óra alatt csak kiderül, hogy elfut a gépedem. Hogyha nem fut el, akkor megnyomod a refundot, azt megmarad a pénzed. És úgy marad meg a pénzed, hogy nem a Steam accountod, hanem ténylegesen visszakapod. Ugye, skacok, hogy nem Steam accountra kapjátok a refundot, hanem vissza ahonnan vásároltátok. Az helyzet az AMD-s kártyákkal semennyire nem vagyok tisztában, mármint így a számaikat illetően. Szevasz, Snoozy. Lehet választani, hogy hova kerüljön? Van, amikor nem lehet választani, de én úgy tudom, hogyha
Én úgy tudom, hogy a refundnál a legtöbb esetben visszakerül a számládra, a kártyádra a pénz. Amúgy itt még kell ilyeneket ölni? Kill the Bright Bacon Taskmaster. Oké. Okay. Amúgy azt nagyon sajnálom, hogy a Battle Pass-ba kivették a zacskókat. Ti nem? Bár hát nyilván ennek az az értelme, hogy ne zacskókat gyűjtsél, hanem a Battle Pass exkluzív skineket. De hogy így, nem is tudom, 20 vagy 30 szintet kellett haladni a Battle Pass-ba, ahhoz, hogy legendás zsákod legyen. Mondjuk mostani Battle Pass-ra egy szavam nem lát. Ő a főnök? Ő az egyik főnök. Valamelyik itemem eltört. Na és ilyenkor mi történik? Gyere, elmegyek innen, azt megnézzük jobban. 280-as sebzése volt, vagy gírszkorja volt? Mindjárt megnézem, hogy melyik pontosan. Na, a gírszkor az maradt. És javítani is meg tudom. Hát el van törve. Bónuszok! Ja, hogy a bónusz disabled, azt írja. Hát nincsen bónusz rajta. Na, hát nekem el van törve a fegyverem, srácok. De ettől még ugyanúgy tudom használni. És 15 coin meg 5 repair partba kerül, hogy megjavítsam. És most ugyanolyan, mint volt. Tehát, hogy az, hogy el tud törni, és nem lehet már újra használni, az nálam nem úgy van. Nálam látjátok, jó. Tehát, hogy meg tudtam javítani a cuccomat, még akkor is, hogyha el volt törve. Pedig figyelmeztetett előtte a játék, de direkt hagytam, hogy eltörjön. Én is tudtam, hogy lehet választani, hogy... Választani, és ha Steamre kéred, akkor hamarabb visszakapod. A kártyára akkor több ide, aha. Köszi szépen az infókat, skacok. Ja, itt a repair pártot érdemes nézni. Meg nem minden itemet eladni a trading posztnál, hanem azért valamit szét is kell szedni. Hát ez gyönyörű volt. Egy kis altatott azot. Hozunk egy kis altatott azotot. Hát, egyébként nem tudom, Girosz. Mivel egy MMO-ról beszélünk, szerintem amúgy ott még nem jártam. Érdemes lenne ott átmenni. Megnézzük. Szóval mivel egy MMO-ról beszélünk, aminél az a lényeg, hogy a legtöbb ember tudjon vele játszani, nem hiszem, hogy óriási elvárások lennének így a gépet illetően, szóval valószínűleg bárki gépén elfut. Nyilván nem
azoknak a gépén, akiknek csak integrált processzoruk van, de hogy szerintem a legtöbb gépen azért elfut a New World. Szevasz, Captain Storm. Sajnos a meló miatt nem tudok már sokszor itt lenni. Figyelj, ilyen ez, amikor beült az élet, de hát az a megéletés az első, úgyhogy nyomjad, Captain Storm, hajrá, hajrá. Remélem, hogy tetszik és élvezni fogod még sokáig a meló helyet. Szóval ez a Cutlass Keys, én itt még nem jártam, úgyhogy azért gondoltam, hogy bemerészkedek erre a területre. Ja, figyelj, hogyha azt mondja az oldal, hogy elfut, megveszed, mégse, akkor meg ott a refund, így van. Látjátok, 26-os voltam, a 28-as szörny az így. Nem probléma. Nekem két gigás videókártyám van, és minimum elfut a játék. Hoppá! Nekem nagyon tetszik a játék. Csak tényleg egy MMORPG-ről beszélünk, vagy azzal játszok, és amúgy az MMO részét én annyira nem nyomom, hogy nem játszok más játékosokkal. Pedig amúgy nagyon szívesen kipróbálnám, hogy milyen egy dungeon. Valószínűleg az lesz, hogy nem tudom, mennyi időt szálljak rá. Mennyi időt szálljunk egy ilyen dungeonre? Fél vagy egy órát? Ti mennyit szánnátok rá? Oda megyünk elé, aztán megmondjuk, hogy keresünk az Amrinére emberkéket. Mit szóltak? Amúgy szerintem így szokták csinálni az emberek. Na, a Girosz már mondta is, hogy ő jönne. 49,5 percet. Jó, de se többet, se kevesebbet. Szóval, ha nem 49,5 perc lesz ez a dungeon, akkor nagyon morcos leszek az best. Hamar inveltek, én vagy 10-szer voltam, 1-2 percet váltam max. Aha. És milyen hosszú? Van-e hozzá kulcsom? Nincs. Azt hogy lehet szerezni? Amúgy van valami küldetésem rá, és mindjárt megmondom, hogy mi újság. Aha, igen, Journali. Azt hiszem ez az. Igen. Onward and upward. Nem, ez a Bones for Archimedes. Azaz, expedíció. Nem tudom, én ilyen neked nem ír. Kéne valami kulcs. Bár amúgy azt hiszem írta meg így, múltkor így nézegettük is ezt, de elfelejtettem. Ja, igen, az Dungi Fleti. Oda akarok menni. Csak már nem emlékszem, hogy mi a helyzet a kulcsokkal. Ilyen staffot ad? Ajaj. Na jó, mindjárt megnézzük. Hol kell megnéznem, hogy van-e olyanom? Akkor ezt nem van rá, akkor kulcsom is. Ja, jól van. És a kulcsot hol tudom megnézni? Egy csapatnak egy kulcs elég. Jó. Inventory. Na nézzük. Kulcs. Hát, quest item.
Aha. Nincs kulcsod. Lehet amúgy, hogy kiraktam. Szerintem akkor beraktuk a storage-ba. Meg lehet a storage-ot is valahogy nézni innen, nem, srácok? Orb, aha. A mappen lehet megnézni. My storage. Hoppá. Azt mondtátok, hogy... Aha, aha, jó. Közben leírtátok, hogy valószínűleg nem lesz orbom, mert hogy a főküldi ad, a főküldi adod a orbot. A küldetés maga, amit itt kéne csinálnom, az nem ad kulcsot. Szóval ahhoz, hogy legyen kulcsom, a főküldivel kéne haladnom. Aha. Köszi. Van olyan, amit hiányolsz a játékból, és jó lenne bennem? Lehet, hogy indokolatlan, de nagyon hiányolom azt, hogy több képességgel is lehessen egyszerre így dolgozni. Hát a főküldid az nem a dungeon most? Nem. Ezt a dungeon csak azért mondtam, hogy ezt így szívesen kipróbálnám, megnézném. A főküldim az, hogy menjek vissza a halászhoz. Ott az azott staffnál járunk. Nekem ilyenkor már volt kulcsa. Ja, én lassan haladok a főküldivel. Most lett még csak az ott staffom. Megkaptam a staffot, bezártam egy portált, és most vissza kéne mennem. Beírom globálba, hogy LFG DPS Amrinál, és be is hívnak. Ja, akkor jól sejtettem, hogy kell oda csapatot keresni. Szeretné tanulmányozni azokat az állatokat, akik a portálon keresztül jönnek. A vadállatokat, a vad kreatúrákat. Halászál nem morbot fogsz most kapni? Nem. Nem. Most tényleg csak annyi volt, hogy zárjak be portálokat, nem beszélt arról, hogy orb meg ilyenek. De lehet, hogy az lesz majd a következő. Hát ez egy 28-as küldetés, én ezeket itt nem akarom most csinálni, csak elrévök, mert itt ebbe a városba még nem voltam. A szerver a NAV, úgyhogy publikus. Hát megmondom őszintén, annyira még nem gondolkodtam azon, hogy mi az, amit hiányolok a játékba. Szeretném így, vagy hogy is mondjam, szeretném megérteni, hogy miért ilyen, amilyen, meg így úgy élvezni, ahogy kitalálták. Nem próbálom keresni azokat az elemeket, amik így például egy WoW-ba is vannak. Ez olyan, mint a WoW. MMO. De ha nagyon közelről nézed meg, ha kipróbálod a két játékot, totál más. Csak ugyanaz a stílus. Hát, hogy MMO mindkettő. És ugyanúgy karaktered van, amit fejleszthetsz és gyűjtögethetsz vele. Szia, Muse! Hát az valóban egyébként fura, hogy nagyjából mindegyik terület ugyanaz, de ez valószínűleg azért van, mert ilyen a sztória is a játéknak. Nem csak azért, hogy copy-paste-ezzenek. Emrine Tuning Orb, ez lesz a kulcsnak a neve. Ó, köszi, Girosz. És ez az orb elhasznál, egyszer használatos?
Egyébként. Junia mindig megnyeri a főző versenyeket, sütő, főző-sütő versenyeket, úgyhogy el kéne hozni Juniának a receptjét neki. Értem. Egyszer használatos, aztán majd lehet craftolni. Csak nem te is rácupantál Fleti a New World-re. Igen, viszont csak attól veszi el, aki indítja az expedition-t. Aha. Ez jól hangzik. Ez jól hangzik. Köszi szépen az infókat, srácok. Ott van még egy küldi. Ezt még jó lenne felvenni. Sőt, mielőtt még bemennék a városba, felveszem azt a küldit. Cica, vadmacska. Kapja. Ilyen cicát eddig még nem öltünk. Ez ilyen sötétebb. Sierra cica. Ha itt leugrunk. Aha, ott lesz. Bezzeg a New World-ot nem pereli a peta. Nem olyan menő, mint egy Far Cry, pocó. Kakas viadalok vannak benne. Még nem pereli, ja. Amazon nem merik perelni. Nem gondolta, hogy ezt fogja mondani, de itt túlságosan nagy a csönd. Hiányolja a feleséget. Értem. Joycelyn-t meg kell keresni. Hát ő jó messze van. Annó talán még a Pokémont is perelték? Na, mi miatt? Kakasos viadal. Hát, hogy sem. Hát, de amiatt van a perelés, az vesz, nem? De most mi virtuális, teljesen kitalált lények harcolnak egymás ellen, azzal mi a gond? Hát, hogy még csak nem is azt mondod, hogy egy zebra üli az oroszlánt, vagy fordítva. Cuki állatokat harcol... De hát... értem. Itt van faszos. Miért ilyen görbe az ötöse? Na jó, nem akarom tudni a választ. Sérti a jogaikat. Vannak jogaik a Pokémonoknak? Úristen. Ő meg Sponzorius. Jaj, de jó. Hogy ez ilyen kalózos terület? We do, but it's high time we collected more. Értem. Hát érző lények a Pokémonok.
Ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Szia, Stay Alone. Szerintem jobb is volt eddig, hogy én ilyen hülyeségekről nem tudtam. Mr. Heronnak kell valami igazán különleges. Jó. Jó. Akkor most már innen is tudunk fast travel-elni. Anyás, ez a szint 26-35. Jó. Hát jó, de ez egy olyan dolog, Struti, hogy... hát, hogy így... az ember már gyerekkorban megtanulja például, hogy mi a különbség a kitalált világ és a valóság között. Tehát, hogy amit a tévében látsz, és éppen film, ez nem a valóság. Szóval, hogy így... Na jó, amúgy megértem, hogy vannak ostoba emberek, visszamaradottak, de hogy így Jézusom. Volt régi lakottársad, aki azért nem vett gumimacit, mert sajnálta a macit. Mert azok a gumimacik aranyosak. Csak a gombokat, ne? Az már más. Az én macskáim rendszeresen Pokémon harcba bonyolódnak a poloskákkal és egyéb bolgarakkal. Az a helyzet, kakasos. És ki fog kiállni a poloska jogaért? Tehát, hogy konkrétan a macskák nagyobb szadisták, mint az ember, nem? Vagy igen? A fene se tudja, de a kalácska iszonyatosan nagy ilyen kínzómester. Rácsapott egy szöcskére, szegény szöcskét. Ízé, meg kellett mentelem. Utána már csak sántikált. Buta emberek indítanak buta pereket, és amúgy nyernek. Igen, a macskák nagyon kegyetlenek, Fleti. Normally I'd tell you to try the cutlass quiche. Szóval most itt piánom kell. Azt kéne még, hogy a macskát bogárölés miatt lecsukják. Hát nem bogárölés, bogárkínzás. Bogárkínzás. Majd lesz a csótányok jogaiért kiálló szervezet is. Because those tasteless things stole my pots and pans. Kíváncsi vagyok, hogy hol lesz az a határ, amikor így betelik a pohara az embereknek ezekkel a hülyeségekkel, ezekkel az orbitális nagy hülyeségekkel. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Hogyha már ennyire átestünk a lótó oldalára, mi lesz az a pont, amitől megindulunk visszafelé? Vagy mi lesz az a radikális dolog, ami miatt így vége lesz ennek a hülyeségnek, ami most megy? Sokat kéne ülni a 100 szúnyog miatt. Hát amúgy csak szúnyoghálót kell felrakni, és akkor nem kell szúnyogokat ölni. Explosive prospecting. Meg gyorsan kell csukni az ajtókat. Igen, azt olvastam, hogy volt egy fószer, aki beperelte a szüleit, mert hogy az akarata ellenére életre kényszerítették, azzal, hogy megszületett.
Na hát én nem is akartam élni. Az élet nem vicc, fater, mondta neki. Ó, hát Andi, én piszok nagy mázlista vagyok, mert amióta felraktuk a szúnyoghálót, és amióta itt élünk, nem igazán van szúnyog a lakásban. Tehát, hogy ez alatt a két és fél év alatt talán kettő vagy három szúnyoggal találkoztam. De azok is az ajtón jönnek be, a folyosó ajtón, mert hát nem tudom, mint hogyha szúnyogtanya, pók és szúnyogtanya van a folyosón. De hogy hogyan, meg miért? Engem nem érdekel, mert nem a... Na, engem nem zavar. Majd másokat megesz a pók meg a szúnyog. Az ajtót próbáltad már becsukni? Ja, hogy azt hittem, nekem írod. Hát látod, Girosz, hogy van ilyen. Ha zombi apokalipszis lesz, még ott is lesz majd, aki védi azokat, mert valaha emberek voltak. Hát ki tudja, lehet, hogy vissza lehet őket állítani normális állapotba. Ki tudja, Barry? Tremors have been originating from a corrupted mining camp in Agent's Pass. Aha, menjünk a bányához. Kapunk érte 100 space-t. Én minden évben teszek ki újabb és újabb fecskefészkeket, és ők leboxolják a szúnyogokkal ezt a kérdést. A fecskék eszik a szúnyogokat? Aljas ragadozók. Oké, ott 5 küldetést lehet leadni, oda megyünk. Jaj, hát még mielőtt innen elmennék, meg kell nézni a Town Project-et, ami itt van mellettünk. Aztán a Faction-ös cuccot, és akkor azt is felvesszük. Van-e valami limit, hogy mennyi küldetést tudunk felvenni? Van ilyen, srácok? A Microsoftot beperelte egy csávó a hátsérülése miatt, mert a Windows telepítése közben ki volt írva, hogy dőljön hátra, amíg megy a telepítés. Erre ő szót fogadott, csak háttámla nem volt a széken. Jaj! Nem lesz ennek a hippiskedésnek vége, soha biztos lesz valami, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az, ami pontot tesz erre a hülyéskedésre. Sok ugyanolyan küldét nem lehet felvenni. Ó, okes. Ezeket, hát amúgy nem kell. Inkább csak vadászós küldéket veszek fel. És elmegyünk a factionösünkhöz. Jajjaj, mennyi sok hülyeség van. Én örülök, hogy ezekről így nem tudtam. Még egy kérdés. Ha bekapcsolom a PvP módot, akkor tudok majd teleportálni? Tehát tudom majd használni a Travel Spirit Shrine-okat? Úgy hívják őket, ugye? Így van. Tudom majd a Spirit Shrine-okat használni? Hogy utazzak gyorsan? Nem? Akkor nem. Akkor már is nem érdekel ez a PvP mód. Köszi szépen, skacok! Eddig egyszer haltam meg a úgy, hogy be volt nyomva a PvP mód. Jó, azóta ki is van kapcsolva. Meg nem is stringbe haltam meg, szóval annyira nem tartok tőle. Most. Még.
Ide azért jöttünk, mert ott egy küldi. Na jó, a macskás sztorit azt mindenki vágja, szerintem. Berakták a macskát a mikróba. Van itt egy kő megmunkálós küldénk, ilyen first light-os, azt meg kell néznem. Ez az. Kő megmunkálós küldi. Tudnátok-e írni egy New World-höz hasonló játékot konzolra? Hát nem tudom. Nem nagyon van MMO konzolra. Az helyzet. De talán... Nem tudom, nem tudom. Ne, az helyzet tényleg nem tudom, mi van konzolra, ami MMO. Csak ilyen stílusú gírek vannak, vagy kevésbé spanyolos is akad? Hát... Szerintem max skinekben. Én eddig csak ilyeneket láttam. De ez azért van, mert ez még az eleje. De vannak ilyen skinek. Tessék. Ez kevésbé spanyolos. A Terra van konzora, komolyan. Ez is milyen jól néz ki. Final Fantasy. Na, hát akkor ott a Final Fantasy. A végső fantázia 14 éppen van konzora. Aha. Ez kell nekünk? Ez kell nekünk. Na, akkor azt kell megnéznünk, srácok, hogy mennyi van a storage-ban. Komolyan még a tesó is ott van. Tök jó. Aha. Ez a stone block. Hát ezt nem így akartam. Splitálni kontrollal. És akkor kettőt átveszünk. My heart is filled with joy to see you again. Join with me in sacred service to the spark. Ajaj, két achievement is. Aha, megcsináltam 20 Covenant missiont, illetve 25 PvE faction missiont first slide-ba. Ja, hogy Crusade, Marauder Raid, vagy Szindikátus Purge Mission-t. Ó, tehát ilyen Crusade, nem is figyeltem, hogy vannak ilyen Crusade-es küldik. Hát tényleg, itt van Crusade. Mondom, ma az achievementek napja van, srácok. Tudunk venni valami jó kis upgrade-et itt a templáros résznél. 2500 tokenen van, úgyhogy lehet, hogy nem. A kard volt az, amit megvettünk a következőnek. Hát a következőnek amúgy valami médium felszerelés kellene, csak az a helyzet, hogy itt a médium felszerelés az dexes, és nem éppen STR-es. Úgyhogy nekünk innen a médium felszerelés nem lesz jó. Meg akarom nézni, milyen médium rucikba játszani.
ez jó lehet, ez a kalapács. Át lehet váltani a statokat rajta? Azt nem tudtam. Át lehet alakítani. Komolyan? Ez valami képe... valami profession kell, vagy skill kell hozzá? Van egy item, amivel át tudod craftolni a még fel nem vett ruháid a testére. Ó. Oh. Á. Az helyzet, hogy... Barry szerintem... akik vovozni szeretnek, vagy valami újat akarnak a WoW-tól, azok szerintem, ha már akartak valami újat, akkor azok már megtalálták. De nem hiszem, hogy a New World-re átjönnek a vovos játékosok. Szílek kellenek hozzá, ugyanott lehet venni. Aha. Bizony, stone blokkokat hoztunk. We have matters to straighten out. In case you are wondering, I am not oblivious to Magistrate Bond's investigation. It does. I have nothing to hide, but I do have regrets. The fall of Nighthearts and Aralan, I know, and now is the time. I believe the captain in charge of Kaufman's redoubt instigated something. Start at Kaufman's redoubt and follow the clues. Nyomozni kell. Occurred back then. We must now face so that we can. Hol kell nyomoznunk? Egyes küldi, hol van? Az egyes küldi. Hát megnézzük a zsurnáli, az hova küld minket. Bruce. Harmincötös küldi. Azt nem most fogjuk megcsinálni. Ott van. Aha. Aha, ott egy kettes. És ott van még egy csomó, de oda nem megyünk át. Ha, hát ezeket megcsinálhatjuk végül is. 23-as küldi. 3-as, 24-es. Ezeket meg kéne csinálni, hogy újakat felvessünk, és akkor hát, ha ide le kell majd menni vele. Hm. Barbarian Seal váltját STL-re és Constitution-re. Ó, oh, köszi szépen, Bárdos. Köszi a helpecs, kacok. Ja, igen, igen, rengeteg WoW játékos ment át a Final Fantasy 14-re. Az a helyzet, hogy... én abban nem tudom, mit szeretnek az emberek, mert hogy nem nagyon tudok róla semmit, csak hogy MMO, meg hogy ilyen keleti. I have serious doubts about our constable's priority. I have. Keep this quiet, but I've been poking around since we last spoke. I feel the welfare of our settlement may be in serious jeopardy. With the research and relics from Seacor, I believe we can indeed sail away. The only threat is the lost pirates in Kaufman's redoubt. If you can sabotage the cannons up there, you'll be clearing the path for our escape. Állítólag a sztória jó. Mhm. Nem tudom. Én a... a legutolsó kieg, ahol nagyon aktív voltam, az a pandás volt. És azóta meg csak így pár hónapra... de fizetek elő, és játszok annyit. Nekem annyi, hogy felszintezek egy karaktert, meg játszok egy keveset. Most talán amúgy a következő kieggel talán annyival kéne többet csinálnom, hogy még a rédezést, rédezős élményekbe is részt kéne vennem. Mert hát igen, az az, ami így az igazi MMO érzés, amikor több játékossal kell együtt alkotni valamit. Szia, Csabi! Hát, izé... nekem fura így külső szemmel a Final Fantasy, de amúgy, hogyha kipróbálnám, lehet, hogy izé beszippantana. De még nem adtam neki esélyt.
jó kis házi túrógombóc, az biztos élvezni fogod. Alanzsár. Hát az a helyzet, hogy nem tudom, szerintem, bár ez csak az én véleményem, szerintem nem lett buta játék a WoW, csak máshogyan lett nehéz. De ez csak így hallás alapján, tehát hogy hogy mondjam, a progresszelők tudják talán ezt a legjobban megfogalmazni, hogy mire gondolok. Ja, hát én nem akarok random, nem akarok randomokkal játszani, hanem valaki mellé be akarok menni valami raidet lenyomni, de hogy nem raid finderezni akarok, meg nem is a dungeon finder az, ami érdekes, hanem egy igazi klános raidbe akarok részt venni. Tehát nyilván nem az első próbálkozásaiba, hanem csak részt venni egybe, egy klános raidbe. Azért a mitik rédek még mindig kihívását, azért mondom szélon, hogy máshogy nehéz a játék. Máshol van a kihívás. Na 4-es, 1-es, 2-es, 5-ös. Ez most 3 vagy 4 küldetés, ez 4 küldetés lesz. Hát, a legnagyobb gond egyébként az MMO-kkal az, hogyha valaki már játszott a WoW-val az, hogy valaki játszott már vele korábban, nem fogja tudni ugyanazt az élményt, szórakozást adni soha, mint annó. És te is változol, a WoW is változik, és ezek így elmennek egymás mellett. Szóval, hogy mindig máshogyan szórakoztat a WoW. Ja, én content elején, nekem ez a dolog, ez így content elején izgalmas. Legalábbis az első 1-2 hónapban sztélon. Akkor csapatom, és akkor akarok majd egy raidbe részt venni. És hogyha tényleg erre van lehetőség, akkor még arra is, tehát hogy akkor szívesen fel is készülök ilyenre, hogyha tényleg részt tudok venni rédekben. Mert ez egy tök jó folyamat. Ja, persze. Nehéz egyébként eldönteni azért, egy régi vovosnak, hogy azokat az élményeket élje át, mint régebben, nehéz eldönteni, hogy mi az, amit akar. Mert néha a legbölcsebb döntés elengedni a WoW-ot. Mert csak csalódni fog. Neked a WoW volt az MMO, a többinél meg hiányzik a brutál lore. Hát igen. Igen, sajnos ezt egyik MMO se fogja tudni nyújtani, mint a WoW, hogy abban már nem is tudom, 10 plusz év van, amit így beleraktak, küldetések meg minden, és azt annyi contentet egy másik játék se fog adni. Ja. Igen, az meg tényleg, hogy társaságot nehéz találni, meg időt. Jaja, hát igen. Ez egy szomorú történet. Hát igen, igen. Talán azután, hogy azt mondtam, hogy a legbölcsebb döntés elengedni a WoW-t, talán a legbölcsebb döntés elengedni az MMO-t. Igen.
hogyha nincs olyan sok időd. Na most vaddisznókkal kell harcolni. Így van. Vadisznókat kell keresni. Annyival meggyőzött egyébként Tamás téged a New World, hogy lehet bennem kecsként fejni. Engem majd mindig visszaránt a WoW-ba az a cooking, IRL is szeretek főzni, a szabad tűzön, így a WoW-ba a különleges helyeken forfán főzni mindig elragad. Durva. Én imádok fejlődni minden játékba, és számomra kihagyhatatlan a dolog, hogy aktuális contentbe ne érjem el a max szintet. Szívesen érném el az összes karakterrel a max szintet, de hát az meg végtelen idő lenne. Úgyhogy sajnos az egy olyan dolog, amit muszáj voltam, hogy elengedjek. Nem tudom egyébként, hogy mi az, ami miatt az egyet, hogy minden egyes kiegészítőben, főleg a Lich King óta, azóta különösen azt hallom az emberektől, hogy most nagyon rossz a WoW, és most különösen rossz, és az egyet, hogy hát biztos eljön az embernek az életébe az, amikor besokkal, mert hogy ő már nem ezt akarja, vagy a WoW nem képes már kielégíteni az ő igényeit. Panda óta egy van a klánotok, és inkább jöttök New World-ezni? Nem tudom. Én bízom benne, hogy megkapjátok ettől a játéktól, amit kerestek, de nekem nem tűnik olyan komplexnek, mint egy WoW. De lehet, hogy amúgy erre nincs is szükség. Bízom benne, hogy nem csak az újdonság varázsa miatt teszitek tönkre, úgymond a WoW-os klánt idézőjelben. Mit akarsz, pulyka? Jaj, teli lettem, ajaj. 330-as, nagyobb damú. Uka. Ú, a hecsitet lehet meg kéne tartanunk. Ez hova megy? Ja, látom. Hát ilyen nem még nem is volt. Legyen rendes endgame nekem, speciál ennyi elég. És van? Úgy gondoljátok, hogy van rendes endgame? Nem tudom, hogy mi a New World endgame-je. Hát, azt nem. Ez kettes, úgyhogy szétszedjük. Aha, az alkemis cuccok nagyon sokat nyomnak az inventoriba. Ja, a leatherworkinges cuccok, meg a bányászós cuccok is. Igen, hát, igen. Aha, jó. Mondjuk igazatok van, 2-3 hetes játéktól nem szabad várni, hogy most akkor világ megváltó legyen. Jogos. Csak, hát, ez egy nagyon veszélyes dolog, mert... Hogy is mondjam,
az élettelen MMO játékosoknak egy MMO, amiben nem tudnak végtelen időt ölni már az elején, az kiábrándító lesz, és elmehet tőle a kedvük. És nem a casual játékosok fogják előre vinni a játékot. Attól, hogy ők vannak többen, és ők veszik meg. Mert attól nem lesz player base. És most lehet, hogy csúnyán fogalmaztam. Hát az élettelen egy túlzó jelző. Ja, vágom, 60-an indul a játék. Ez az Warhammer expert láttam. Ez menő helynek tűnik. Amúgy kell egyáltalán még pulykát ölnöm? Van itt egy küldi, aminél kellett pulykákat ölni. Azt a rohadt. 48 küldetésem van jelenleg. Mindenre azt mondják, hogy max szinten indul? Nem tudom, én most is élvezem. Én most is élvezem a játékot nagyon. De amúgy abban teljesen igazad van, Mapko, hogy nagyon uncsi. De hát melyik MMO nem uncsi? Mármint, hogy... Ha... Attól függ, hogy hogy játszod. Hiszen vaddisznók sem például csak OG előtt vannak, és itt is... Hát jó, itt nincs annyi terület, mint egy WoW-ba. De ja... A kis szintű területek kb. Ugyanazok. De örülök neki, nagyon örültem neki, amikor először átmentem Windswordba, nem. Brightwoodba, amikor először átmentem Brightwoodba, hát az felüdülés volt. 26-os szinten végre új környezetet láttam, és nagyon örültem neki, úgyhogy nem uncsi annyira. Lehet, hogy olyan táskát készíteni, amelyikben kevesebb helyet foglalnak bizonyos cuccok, mint például az ércek. Ja, a bárdos, az rohadt menő. Viszont én olyat csináltam, ami ilyen extra pakites. Hát lehet, hogy értelmetlen volt a dolog, mert rohadt sokat ráköltöttem arra, mert nem az ott használtam, hogy legyen menőtáska, hanem ilyen, inkább ilyen régenssel megcsináltam ezt a perkes táskát. Szóval ja, az tök jó dolog. Például, hogyha kitalálod, hogy te most elmész egy... favágó körútra, akkor rohadt jól jönnek azok a táskák. Jaja, az menő cucc. És köszönöm szépen amúgy közben kreatívőzik a 17. Köszönöm szépen a 17 hónapos támogatást, mint feliratkozott vadász. Srácok, nyugodtan pergessétek azokat a bizonyos szvegeket bárdosnak. És köszi szépen, hogy a Prime-ba te is rám használtad el. Hát az egyébként biztos, hogy egy új világban, ahogy a játék neve is mondja, hehe, de nem azért mondtam, egy vadonatúj világban kiélheted a grindolós vágyaidat. Gyűjtögethetsz. És nagyon egyszerű küldetéseket csinálhatsz. Akinek egyébként uncsi az ismétlődő küldetés, próbálja meg a sztorira figyelni egy picit jobban. Nem tudom, hát ha az segít. Jaj! Szerintem a srác buffolta a damage-emet.
mert hogy így 947-et csaptam ebbe a körbe. Jézusom, nagyon szépen köszönöm közben itt a happeningeket. Szóval Karangulia, köszi szépen a támogatásodat. Köszi szépen, hogy a Prime-ba te is rám használtad el. Ja, segítünk a srácnak. Hiszen erről szól a játék. Na, szóval megszírogatta a bajszomat a feliratkozói animáció. Szóval. Köszi szépen Karangulia a feliratkozást, sos támogatást, illetve Vili a 136. ajándékozásodat, és köszi szépen, hogy ezzel Mapkunnak az 50. hónapját tetted lehetővé, illetve Bárdos, neked is nagyon szépen köszönöm, hogy a Prime-odat te is rám használtad el, illetve köszi szépen, hogy a level 1-es hájfonatot ki is toltátok. Úgyhogy én most gyorsan megpergetem itt nektek a szövegeket, és pergesétek ti is itt mind Őzikének, Karanguliának, Vilinek, Mapkunnak és Bárdosnak egyaránt. Ne kiméljétek a csetet, mutassátok meg, hogy hogy kell nyomni. Na, azt hiszem mindenkinek is megtoltuk. Szevasz, George! Én ilyen kraftolós profokkal még nem annyira kísérleteztem, George. Ilyen felszerelés kraftolós proffal. Egyelőre a gyűjtögetést nyomtam. Hogy is állunk azokkal? Hát igen. Itt láthatjátok, hogy igen. Ezek a kraftolós profok annyira nem mentek. Most ez bágos? Ja, jó. Hogy bírja a videókártyám? Nekem be van állítva egy ilyen FPS limit, kreatív vizik, úgyhogy semmi nem egy 120 felé. De ezt még korábban állítottam be, nem a New World miatt lett beállítva. Egy kis Prime info, én most láttam meg a Far Cry 6-ba, ad tök jó cuccokat a Prime, én már beúztam, és délután meg is lesem. Kérdés, hogy vajon milyen erős cuccokat adott. Ó, azt majd megnézem én is. Megnézem én is, hogy mire gondolsz. Már azt hiszem én most begyűjtöttem mindent is, mindenhonnan. Tényleg, srácok, ti a New World-ös lootot már behúztátok, ha már egyébként New World. gaming.amazon.com 10. hanyadikán is lett aktív? Mit tudom én? New World. A napokban lett aktív a New World-ös loot begyűjtve. Tetszik a kis üst? Bizony. Nagyon vagány, Szofi. Köszi szépen a 100-as sírt. Köszi a támogatásodat. Szia, D-Looper. Hát ez gyönyörű volt, megint az enemy feje fölé csaptam. Ilyen kalózos cuccot lehet most szerezni. Elvágom a torkodat imót is van hozzá. Csak mondom. Kenőnöket kell szabotálni.
Igen, de nem kaptam meg. Próbáld meg újra összekötni a Twitch fiókodat. A Prime-mal. Rózsaszínes cucc? Nem. Mármint, hogy nem tudom, hogy mi van a pak 1-be, de a pak 2-be elvágom a torkodat, imót van, meg kalózkard. Az, ami komoly eneminek tűnik ott. Kell ölni? Nem. Kombega. Zsurnáli entryt is kell keresni. Ajaj. Hát abban valószínűleg bajba leszek. Vilás? Aha. Srácok, valami nem jó. Mi ez a buli itt? Hanó? Szóval, ha tudjátok, hogy hol van ez a journal entry, nyugodtan mondjátok meg. Azt hogy nem találtuk el, haló? Lag? Majdnem sikerült mellé ugrani. Ez get wrecked. Nem sasmadár, semmiféle rip nincs, semmi ilyesmi. Hát a prof húzás az sose volt lányálom, Zsors. Semmilyen játékban. Nekem bugos a Twitch, vagy tényleg nincs csatorna pontom? Attól függ. Lehet, hogy bizonyos területein a világnak egyáltalán nem is mutatják, hogy van csatornapont. De ma már Mamutkan jelezte, hogy ő nem lát csatornapontot a Chrome-ból, de Firefox-ból meg volt neki. Hát ezt a kettes kardot is szétszedjük. Miért a díj napok óta vovozni van kedvem? Helyes. Add át magad az MMO-k csábításának, zsaré. Az MMO jó. Neked van csati pontod? Ja, eddig egy ember jelezte, hogy nincs, úgyhogy remélhetőleg nem tömeges a dolog. Nani! Amúgy, nem tudom. Hol lehet az a lap? Ja, hogy ott van, értem. Ott lesz a vityilóba. Szevasz, nós. Hát a végén elengedtem. Amúgy kéne rakni valamire. Aha. 10 szekig kevesebbet fog damolni az elemját, ez biztos jó.
Ott van. Megvan, megvan a zsúrnálé. Zsarád dungizni akar? Hát nem biztos, hogy a dungizás a kedvence. Lehet, hogy a levelezés. Jó, oda még kimegyünk a partra. Látok ott egy legendát a parkon. Mert parkon? Parton. Izul Sveldorf. Jó, most már ezt is tudjuk. Ó, hát azt mondtátok, hogy az a legegyszerűbb, hogyha megöletem magam. Egyik sincs közel. És itt tudunk látni küldit? Ohoho, hogy ne tudnék. Már azt hittem, hogy ezek first light-os küldik. Aha, azok is voltak. The light is still with you. Még egy krúzédes mission. Aha. De jó vagy, köszönöm szépen. Hát itt az előbb nyomadtuk a nagy harcokat. Nem tudtak megölni. Nagy kalapácsom miatt. Ó, van ilyen bizon vadászós küldim. Azon hogy állhatunk a bizon vadászóssal? Ez egy town project. Bizon vadászás. Aha, eddig egy megvan. Javítani kéne a felszerelést. Mhm. Ja. Kéne. Bizony, mennek a szerverek. Tegnap este már lehetett csapatni. Nem is tudom, mit mondott Mapko, hogy mikortól. Jövő héten forgalmi vizsga. Hát akkor egy kalappal. It's been some time. I'm starting to worry. Hát figyelj, George. Ha itt nem tudok majd érvényesülni, akkor ha lehet majd, akkor áttranszferelem a karakteremet. No, there's no time for personal matters. We have supply shortages here in Windsward. Food, clothing, and metals. I can't solve them all, but quite so. There are two villages just over in First Light that were once famous for their weavers. Campbell's Rest and Clearwater Bend. If you happen by there, a textiles üzelmek. Textiles remain that we can use. Hát a textiles üzelmeket kell most hajtani. Tegnap 9 körül? Uh-huh. Hát szerencsére engem nem érintett.
Tennap egyáltalán nem játszottam, meg nem is akartam New World-ozni. Level 9-es armor. Uh-huh. 9-10-11 körül már lehetett játszani. Na, a királyság. A second course, like corn for instance, and fish, oh, and strawberries for dessert. A nav az első között volt, amit egy nap visszarakta. Hát akkor tudtam volna viszonylag korán játszani. Yep. So I had ordered shipments of corn and strawberries to come in, but they got a kukorica és eperkel neki, mármint hogy szamóca. Then we'll bring up everyone's spirits. Predator prey, az mi a manó? Hát figyeljetek, legalább most már tudjátok, hogyha kapunk megint egy nem tudom hány órás leállást, akkor úgy tervezhetek, hogy aznap vagy a következő 24 órában ne is nagyon akarjatok játszani. Most látom, hogy ott jelzi, hogy tönkrement a sapim. De jó. Az helyzet, nem akarom ezt a sapit megjavítani, mert úgyis lesz egy újabb nem sokára. Csak faction mission kell leadnom, vagy bármi ilyesmi. So you joined a faction. Better you than me is all I gotta say. But hey. Maybe you and your friends can take some of the load off me. Oh, it's not that I need help. It's the poor excuse for hunters around here. They need elk antlers from the Eldergate area. But I mean, sure. If you want to volunteer, I won't complain. I'm sick of coming to the rescue every time. Get the elk antlers and hunt down some of the sneak. The next time, they can get their own. Hú, wow, mennyi küldém lett. Na, hát mivel itt leadtunk mindent, és fel is vettük a faction küldiket újra. El kell menni az öreg emberhez, és akkor utána már Gyrosz is tudna jönni akár játszani. Hazamegyünk gyorsan. És elpakoljuk a felesleget. Elpakoljuk a felesleget. Jó sok küldetésem van, basszus. Ti már egyébként kitaláltátok, skacok, hogy hogyan használjátok ezt az osztott storage-es dolgot? Hogy, mit tudom én, az egyik városba ezeket, a másik a városba meg azokat tartjátok? Van valami bevált hogy mi alapján használjátok ezeket a storage-eket? Én jelenleg egyetlen egyet használok, és ha kell, akkor oda megyek a cuccokért. Ezt mondjuk átalakítjuk. Jó. Ha magas szintű egy dolog, akkor oda viszed, aha. Igen, ide kell jönni a bőrrel. Nem tudom, 30-et csinálunk csak meg. Oké, okay. Vagy már inkább érdemes lenne, megcsináljuk az összeset. Mi baj lehet? Mi
Csak akartam hagyni tier 2-est, szuszad, de... Hát, hogy... Túl gondolom. Csinálunk vasat is. Meg ezüstet is. Hú, ez 4 szintet adott. Aha. Aha, kell majd szén is. Star Metal. Faction cuccokat vettem. Az a helyzet, Domi, nekem azt mondták, hogy a faction cuccokat nem éri meg venni, mert hogy annál csak jobb cuccokat kapunk. Hát nekem még mindig a faction-ös shopim van, ami level 11-es, úgyhogy 26-os vagyok. És az újabb faction shopira akarom majd cserélni. Én meg mindenhol tartok mindent. Tehát amelyik városba éppen bemész, és tele vagy, oda lepakolod a cuccot, azt se nem komplikálod ezt túl, hogy szépen elrendezd a dolgokat. Az expedícióból jönnek nagyon jó felszerelések. Aha, olyat akarok menni. Ja. Még azzal foglalkozunk így a New World stream végére. Még egy expedícióra jó lenne menni. Aha, itt más helyem lesz a következő. Most veszek a másik házat. A ház azon kívül, hogy dekorálhatunk, kidekorálhatjuk, azon kívül jó valamire? Igazából szétszedjük ezeket. Tudsz elé ládát venni, aha. Hoppá. Ó, Regen Potion. Corruption tinktúra. Jó, kajás cuccokat is berakjuk. Ezt jól láttam, hogy ez ilyen pulykatol volt. Volt. Mana regen nem érdekel. A dályok se. Csalik se. Ja, 25-ös szinttel lehet menni. Expedíciót, dungeont. Storage, és rá lehet utazni. Ó, igen, recallolni is tudsz a házba 2 vagy 4 óránként. Aha, ez jó cucc, köszi szépen. Neki kellett megcsinálni ezt a ágyú szétszedést.
Ez egy MMO. Kreatív őzike, igen, igen. Ó, és még van a faction küldés. Plusz lehet rakni bele 5 trófeát is, ami ad boostot. Milyen boostot? Tier 4-es házban 4 láda is lehet, minél nagyobb tier, annál rövidebb a hazateleport céléje. Wow! Olyan, mint a fegyverre adó kis boost, aha, farmolszkire adlak. Tök király! Köszi az infókat, skacok! Na nézzük, tudunk-e valami újat venni? Aha, sapit már lehetne. Hát kalapácsot nem. A kalapács lenne, mondjuk... A 11-es sapkát azt már időszerű lenne lecserélni. Mert azt mondtátok, hogy az expedícióban lehet jó cucc, szóval most nem veszünk semmit. Bevettük a küldit? Oh, my heart is filled with joy to see you again. Join with me in sacred service. Igen, aha. Tök menő piápó egyik, ó, köszi szépen az infókat, skacok. Nem is tudom, mennyi pénzem van? 5000. Aha. A legdrágább ház az mennyibe kerül? Már ha esetleg... Tudjátok azt. Vagy mi volt a legnagyobb, amivel itt találkoztatok? Ezeket most leveszem, mert hogy... Át akarok menni az öreghez. Jó, most nincs pinálva semmi. Az első 50%-os áron van, szóval 10 000 a tier 4. Aha. De ahhoz az adott megyében 30-as repu szint kell. Aha, szóval itt gondolom ez a, ennek kell 30-asnak lenni. 5, 10, 15, 20. Aha. És akkor 50% ezekre. Aha, és akkor pihepuha egyikóval összeg a 15 000-eset vette. És hogyha saját faction-es helyen veszed a házat, akkor meg még olcsóbb. Ó, de zsír. Ez a repu, ez faction mission-ökkel is húzódik. Van adó is a házra, aha. De jó. Más játékosok van, hogy tudnék a legolcsóbban házat szerezni? Hát én is a legolcsóbban akarom megszerezni a házat. De akkor már elsőnek a legdurvábbat vesszük meg. Rocker, köszi szépen a támogatásodat. Üdimmáron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Köszönöm szépen közben, hogy a Prime-odat is rám használtad el. Ergessétek srácok a szvegeket Rockernek. Köszi. Jut eszembe, még van mellé boost, ha házat veszel, akkor az adott megyébe kapsz még minimális boostokat. Az helyzet, annyi boostot mondasz, Mapko, lassan úgy érzem, hogy az egyik kedvenc streameremet nézed. Igen, hogy 7500-ért vetted, és azért gondoltam, hogy valószínűleg, mivel itt Avenger azt mondta, hogy nincsen 7500-as, csak 5, 10, 15, 20, hogy akkor te első házként a 15 000-eset vetted meg 7500-ért. Én erre gondoltam. Én egy született Soul Warden vagyok. Ez menő, Mapko. Menő, hogy mit tud egy házikó. Én a legdrágábbat akarom megvenni elsőnek.
Like it or not, you'll be able to taste corruption soon, too. Like a rotten tooth, sweet with decay, followed by an aftertaste of blood. Mm. Olyan íze lesz a korrupciónak, mint a rohadt fognak. Mmm, ez az. Don't say I didn't warn you now, but you get used to it. Köszi szépen a pergetését Rockernek, skacok. Heart gem. A vessel you'll use to encase your soul, protect it, a cold vault within your chest. And the place you'll have to go to get one is a cold vault in the earth, beneath the Amarain Temple. Mit szeretnél? Azt szeretné, hogy kell egy tároló, ez a heart gem, amiben beletesszük a lelkünket, hogy megvédje azt. És most kell mennünk az Amarain Temple-be. It was once a sacred vault, but long abandoned even during my prime. Now, an excavation. It's the only place I know to get an empty heart gem. Egy üres heart gem kell nekünk. Good luck. Zsír? Nagyon felizgattátok a fantáziámat itt a házzal kapcsolatban. Na itt van, itt a Tuning Orb. Amarine Tuning Orb. Zsír! És most már a főküldi is odavisz. A Bárkimédeszes küldihez. Nagyon szuper. Na. Gyrosz, még mindig áll az ajánlatod? Ha nem, akkor... akkor keresek más népeket. Amúgy tényleg érdemes a tier 4. Hát figyelj, hogyha tényleg így van ez az 50%-os kedvezmény, akkor kihasználjuk. Akkor bizony kihasználjuk. Bár már az utolsó előtti házikó is nagyon megérősnek tűnik. Csak hát nyilván a repu farmolás, ami így kell. Na várjál, itt van valaki, nemzeti adó és vámhivatal. Nem lehet megnézni. Kár, hogy nem lehet megnézni. Eltűnt. Van, aki csak 50 szinten vett a házat. Hát amikor arra gondolom, elérte azt a reput. Eltűnik Gyrosz. Na, majd akkor nyomjuk itt a zerevgézést. Ugye megnézzük, milyen csetek vannak. Kíváncsi leszek, hogy milyen ez az expedíció. Hát végül csak úgy alakult. Csak úgy alakult, hogy így a stream végére sor került rá. Nagyon örülök neki. Mármint, hogy tényleg. Hát az aranymennyiség, az a 10 000 vagy 20 000, az szerintem nem sok amúgy. Bárdos. Vagy sok. Nem tudom, én nem használom azt a trade posztot. Jó, az elején használtam, de hogy így van 5 000-em. Egyébként, skacok, hogyha van közöttetek navos játékos, aki tud jönni ilyen Amarinére, akkor nyugodtan szóljatok, aztán mehet. Hogyha nincs, akkor meg persze keresek randomokat. A 20 000 sok? Na, akkor jó. Na.
Aha, LFG, DPS. Én is beírom nekik. Azt mondja, Help, Faction, Company, Direct Message. Oh. És a recruitmentbe keresik az emberek. Oké, na nézzük. Tessék. Én is beírtam. Keresünk. Lehet, hogy amúgy össze kell őket ívelni, az csá. Hogy kell oda? Ez global feed? Ő hogy írt ide, srácok? Ja, a területre írt. A 32-es azt kérdezi, hogy csatlakozhat-e. Megint várjuk. Persze, tudnám, hogy hogy kell. Ott, úgy. Abban tudsz váltani gyorsabban. Hát igen, csak visszafele már nem lehet. Oké. Okay. Na, volt itt valami Amrinés. Ez a Bélok. Őt is meginveljük. Ha ránézel egy játékosra, lehet rányomni egy hát. Üdvüd mindenkinek, skacok, szevasz, Moldav. Nem tudom egyébként, a recruitment chatbe, vagy a területi chatbe kell keresni csapatot. Hol kell keresni csapatot? Há, nézzük csak, há. Aha, de menő, köszi. Na, hát akkor keresünk, nem tudom, beírom majd a területi chatban. Bizony új világ, vagy inkább a recruitment beírjuk. Aztán hát, ha rám ír valaki. Én is beírtam mindkét helyre. Nem nagyon írogatnak az emberek. Jézus, Reni. Hopp, hopp, hopp. 28-as DPS. 28-as DPS jöhet, srácok, mit mondtak? Megkaptad ajándékba a New World-et? Na! Jó játékot. 28 az csak jött, nem? Simán? Oké. Okay. Ja, én nem, mert én tökre örülök, hogy New World az a... Remény semmi ilyen hátsó szándék meg ilyennek. Nem tudom, most így látni fogom, hogy megkapta az ívemet, vagy most mi történt? Aha, tehát, hogy tap, group, nem?
Nem, hát én nem oda akarok jönni. Tehát a területre akarok jönni. Ja, na. Te tank vagy? Hát gondolom, nem tudom. Domi. Legyen egy healer? Jó. Akkor odaírom nekik, hogy healer kell. Ja, amúgy hülyeséget írtam be az előbb. Na, így jó lesz. Húha. Hyder elfogadta. Megnézzük, hogy ő mit tud. Meg lehet nézni innen távolról? Mutasd magad. Nagyon fog kelleni a healer. Amúgy valószínűleg ő DPS. Igen, mindenki DPS. Ki is kikkeljük. Szegény srácot. Vote to kick. Hát de én vagyok a főnök. Miért kell vote to kickelni? Édes Istenem. Édes Istenem, ez a keresés. Beafkoltam úgy a srác, vagy most mi történt? Igen. Igen. Igen, kell healer, tank és DPS. Én nem tudom, én mi vagyok, srácok? Én nem tudom, mi vagyok. Tanknak számítok? Amúgy. Tanknak számítok? Lehet healer nélkül is, de poti legyen. Aha. Jó, de hát mondtam neki, hogy kell healer, azt amúgy nem tudom kitenni a csapatból, mert... Édes Istenem! Jó, hát akkor kilépek. Na. Tehát akkor újra kezdjük. Szóval... Jó, tessék, leírtam mindent. Oké, beírjuk területre is, meg beírjuk recruitmentbe is. Csá. Srác meg visszajött, most jött vissza. Amúgy DPS kellett volna, de én akkor DPS-elek, srácok. Az csá, nem tankolunk. Megnézzük, milyen lesz így. Na. Ja, nekem nincsen tauntom. Heal, ott is van. Na hát, ez már szuper. Szuper! Tank hír! Mi a fene? Látták, hogy ilyen komolyan írok, vagy micsoda?
Ja, arra ugrottak, hogy értem, hogy van kulcsom. Na. Abban lehet váltani. Ja. És hol vannak a srácok? Tehát... Húha. Most... még kellene ember? Ja? Lehet többen is, nem csak hárman? Hányan lehet ezt csinálni, srácok? Öten! Hát akkor behívjuk őt is. Akkor keresünk még valakit, mit szóltak? Na. Azt hittem csak hárman lehet csinálni. Na. Ő az. Na, tök jó. Hát meg vagyunk ötten. Ez elképesztő. És tudunk valamit csinálni, hogy a többiek is itt legyenek? Vagy mi történik most? Hogy indul el? Hogy kell kezdeni? Bemegyek azt se? Hát nem bemegyek. Így, nyomok egy F1-et is. És mit történt? Eltűnt a menü. Úristen, az első expedíció. Az első expedíció. Ötvenegyes a tankunk. Hárman itt kell, hogy legyünk. Aha. Én megyek arra, mert a tank. Ja, hát csak egyfele lehet menni. De ha elég, ha te elindítod a kulcsoddal, aztán őket is behívja a játék. Aha. De menő, hát ez rohadt menő. Ó, de király. Expedíción vagyunk, srácok. És itt kell Heart Gemet találnom? Vagy ez majd lesz magától? Ja, az a küldetés. Ez majd a legvégén lesz? Jól van. Csak hogy szólják-e a srácoknak, hogy küldit csinálok, vagy ilyesmi. Majd figyelj, hogy vedd fel, mielőtt kimész, aha. Elite Supply Chest, wow! Ó,
Hát a végén ez a sztánolós képesség, ez nem kellett volna, hogy elnyomjam. Igen, a heart zsem kell nekünk, igen. Hú, miket csinál a botjával, azt nézzétek. Wow. Hát ez nagyon menő, srácok. Az elszaladt, elmenekült. Jó hangja van a kalapácsnak? Hát igen, úgy néz ki, hogy ide már azért valami normális build kellene nekem, nem csak így össze-vissza pakolgatni. Csontokat is kell gyűjteni? Fölvettem a küldetést egyébként, igen. Azt a... Ezt. Bárki médesznek kell gyűjteni. Igen. Ó, én nem tudom most mi történik. Öt csontot a nagy darab gólem dobja, ha. Jó, itt a térkép. Legjobb úszás animáció. Itt mi lehet egyébként itt a világító gömböknél? Egy már van is. Ez volt egyébként szerintetek az első gólem, amit így ölhettem? Az igen, mit kapál a csávó? Lesz még négy oksa. És itt mindenkinek saját lootja van, vagy a grupp loot-tal? Saját mindenkinek, aha. Csak hogy most itt volt egy csomó loot, azt remélem nem ninjáztam el. Ebből kimaradtunk. Na azért még csak én is belecsaptam. Mit akar a srácok? Ja, amúgy tényleg jó hangja van a kalapácsnak.
Hát ez... Ő jobban csinálta a kalapálást. Azt kell aktiválni, aha. Az 51-es vágja a dolgokat. Zona nem akar eltűnni? Lezárt chest. Többieknek vajon ott kell help? Becca! Az a legjobb, amikor egy 5 főből álló 25-ös szintű team jön, mert akkor legalább van kihívás, aha. Hát itt vannak jóval nagyobb szintű játékosok. Én örülök már, hogy az első izét így összehoztuk. Majd ha kicsit tapasztaltabb leszek. Bum. Ez egy shrine. Jó, tehát nem lehet, nem kell mindent megcsapkodni, ami itt van előttem. Igen. Tehát ő ide leugrott, és ráállnak ezekre a izékre. Aha. Ebbe lesz a csont. Még itt van ez a Becca is. Jó lassú ez a kalapács, basszus. Hát most gyakorlatilag boostolnak. Van kulcsom, ezért vannak velem. De menő híd, azt nézzétek. Jesus. Oké, még kell 2 csont. Ott van még egy. Kaptunk egy 3-as menőkesztyűt. Mert jól jön amúgy az XP ezzel az expedíciózással, és amúgy. Ez micsoda? Speciális shrine. Ha szegesz, nekem kell csinálni, mi?
Ha, mert én vettem fel. Ó, hogy én vettem fel a gyertyát, így én hívtam ezt a szellemet. Ú, de menő. Menők itt az animáció. Nekem kellene még egy csont, az szerintetek meg lesz? Lesz még egy olyan nagy szörnyit. Még lesz, oké. Okay. Lesz még oksa. Jó. Ja, látom. Oda fogunk most menni. Menjek lelkesen előre. Amúgy így térkép alapján nem tűnik kagyfasznak az expedíció, viszont így ha csak így nézed a pályát, így hát így nem tudnám, mert legalábbis én nem tudnám, hogy merre kell menni, hogyha nem használnék térképet. Na megvan egyébként, meg lett bárki médesznek a csont. Köszi a helpes kacok. Így, hogy most már belekóstoltam egy picit az expedícióba. Nagyon érdekel, hogy milyen lehet a hílelés. Nagyon-nagyon érdekel. Szia, Katrasz! A második expedícióra tegnap vittek be először, na ott már fél úton eltértem volna. Hoppá. Megint megütöttem a... izé... ezt a shrine-t. Boom. Ti ezeket már szólózzátok? És tapak húzni nem egyszerű? Azt hiszem én azt anno az első bétánál azért húztam, mert jól lehetett vele teleportálni. Nem lehet szólozni, emlékszel, amikor egyszerre többen állt? Hát láttam ilyesmit, igen. Van ilyen, de hát én aztán nem értek hozzá. Ez az, ez kell nekem. Most meg is vagyunk? Kész, srácok? Hát, ott a loot. Kész is van? Kész is vagyunk? Végére egyedül maradtál, aha. Mert akkor megköszönöm nekik a részét, skacok, hogyha ennyi. Úgy néz ki, hogy ennyi. Ne menj ki.
Azt már megcsináltam, Avenger. Halló? 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 Játék? Halló? Kérte, hogy túl sokáig voltam ma AFK. Ilyen már volt veletek, hogy így játszottak és kéri a játék, hogy túl sokáig voltam AFK? Igen. Pont egy expedíció után. De jó, most mindenki azt fogja hinni majd Jánterrel, hogy ilyen büdös paraszt, hogy meg se köszöni a részvételt. Pedig csak kidobott a játék. Ott van. Simon Grey-t le kell győzni. Archeológista lettem. Ez egy kompetitív játék, 3 másodperc AFK és ki is dobnak. Hát igen, kaptam. Kaptam. Na, kilépünk. Na, itt van, bárki médesz. Szia, hoztam csontokat. Ding, ding, level 27. Köszi szépen, srácok, amúgy a helpet így az expedíció alatt. Sokat jelentett. Jó volt. Ezt tetszett nagyon. Ez teljesen más élmény volt, mint amit egyébként a játék ad. Közösen alkotni egy dungiba. Én 20 percre elmentem kajálni múltkor, ebédszünet, annyi volt. Pielpú Ágyiko, és mire visszaértem, pont abban a pillanatban dobott ki, és rengeteget kellett volna várnom, hogy újból bejussak, hát ez már nem most volt. Na, úgy néz ki, hogy most már lootért cserébe kér csontokat. Ez mind még jó egyébként, srácok, hogy pont előtte pakoltam ki mindent az inventorimból. Valahogy megéreztem, hogy itt bizony kell helyet csinálni. Tehát, hogy ez így mind az expedícióból jött. Lehet másik weaponnel jobban... Ja, az biztos... ez nem is kérdés. Amúgy valószínűleg ezzel a fegyverrel is jól lehet DPS-elni. De valószínűleg ha a tankok az kartpajzs kalapáccsal nyomulnak. Úgyhogy tehát az nem kérdés, hogy biztos lehetne jobban DPS-elni. Ami szerintem itt probléma, az a mastery. Tehát a mastery az már komolyabb kellene ide. Meg valószínűleg Constitution-re is rá kell menni, hogyha tankolunk. Gondolom én. Nem ennyire full STR-re. Hatchet jobb lenne DPS-re? Hm? Hát nem, amúgy nem akarok DPS lenni, meg semmi ilyesmi. Még ezt így nem döntöttem el, hogy mi akarok lenni. Egyre csak játszok, élvezem ezt a pajzs kardot, meg a kalapácsot. Szóval ezt így még nem döntöttem el, hogy mi akarok lenni. De ezek szerint el kéne, hogyha még több expedícióba szeretnék menni. Úgyhogy... ja. Nézzünk valami damage-elős fegyvert. Valamit. Jó, hát ez megvan. Visszamegyünk Jónáshoz. Visszamegyünk Jónáshoz. Hát... lesétálunk a városba. Ez jó volt. Ez jó volt, skacok. Nagyon élveztem ezt az expedíciót.
Mint hogyha életemben először mentem volna a dungeonbe, olyan volt. Én se tudom, hogy mi vagyok, csak élvezem a kalapácsom, majdnem maxos, van egy healer botom, és harmadiknak kezdtem a Sword and Shield-et húzni, de kipróbáltam több mindent, mit élvezek. Ah, hát ezt úgy kell nyomni. Azt úgy kell csinálni, hogy megnézed, hogy mi az, amit nagyon élvezel. Én a bétában már megnéztem, és ez a kard és pajzs, ez nagyon adta, mert nagyon tetszett az, hogy így szólóban milyen buffokat lehet vele összehozni. Blokkolok, kivédekütést, heavy attackolok, és nagyon tetszett az, hogy már szólóban ennyi buffot tudok összehozni. Ez lett az új kedvenced? Ez a New Verteki? Úgyhogy, hát igen, az expedíciókra majd ki kell találnom valamit, hogy így ne az legyen, hogy én vagyok az a játékos, akit boostolnak a többiek, mert van kulcsa. Leadjuk ezt a küldit, és átnézzük, hogy milyen cuccokat kaptam. Look at that! An empty heart gem. Almost brings a tear. Take a good look, because this thing is going to become part of you forever. Forever and ever. Tehát, hogy nagyon örül annak, hogy szereztem egy üres heart gemet. Meg is kaptuk a Sulwardenek gyűrűjét. Comes from creating distance in your soul, like a firebreak in the forest. The heart gem provides that barrier. Tehát most a lelkem megvédéséről van szó. Majdnem teljesen védve leszek a korrupciótól. De, nagyon jól látod, szia, jó. Azt jelzi, hogy igen, szóval jól látod a piros emberkét, a sapkám és a chestem az így kezd tönkre menni, nincs, tehát még nem romlott el teljesen, de kezd tönkre menni, úgyhogy igen, javításra szorul. És még nem ment tönkre, de ha tönkre megy, akkor már nem adja a bónuszokat, de még ugyanúgy használható. De jó szemed van, igen. Azért nem akartam javítani egyébként, mert ezek a cuccok úgyis le lesznek cserélve, és hogyha le lesz cserélve, akkor minek költsek rá. Mármint, hogy nem azért, hogy egyszer majd, hanem így stream végére az a terv, hogy átnézzük a lootot, amit az expedícióból, az első dungeonünkből kaptam, és felöltözünk, meg veszünk a factionos árustól valami újat. Oh, that part is simple. Easier than it was, at least. You just have to die. Once again, I can't hold your hand, but my spirit is with you, and I will see you on the other side. Godspeed. Jó, el kell vinni az Amrine templomba a gemünket. És akkor megcsináljuk a rituálét. Ha jól érthetem, meg kell halnunk. Jó. Utazunk egyet First Light-ba. Azért, hogy vegyünk factionos cuccot. Mármint, hogy közel legyünk a faction cucc vásárláshoz.
Hogy leváltotta amúgy itt a töltőképernyőt? Na. Elfutunk a factionomhoz. Ja, persze, bárhol lehet. First Light-ba azért jöttem, mert ide tudom, ide teszem a cuccaimat. De amúgy jól mondod, Bárdos, bárhol lehet venni. Na nézzük, hát itt gyakorlatilag minden is hármas. Dexes kesszű nem kell. Constitution Focus. A médiumokat lehet meg kéne tartani, a lightet az biztos nem. Vagy tartsuk meg. Ó, nem szedünk mindent szét. Új sapi. Blight Resistance. Constitution Intelligence. Oké. Hát végül is jó lehet. Marad-e a kalapács card build? Ez még képlékeny. Így, hogy voltam az első expedíciómban, még meg kell rágnom, hogy milyen szerepet szeretnék betölteni. Így fejlődésre nekem amúgy tetszik a card pajzs kalapács kombó. Viszont az expedícióra nem lehet ilyen rehány build elmenni. Hát egy heavy kesztyünk. Ez egy harveszterős kesztyű. Harvesting luck. Van-e másik kesztyű? Hát ezt a sapkát szét is szedem. Fókuszos gyűrű. Hát megtartjuk, biztos jó lesz valamire. Meg hát azon ráírva, hogy Sulwardan's Ring, úgyhogy ez biztos egy nagyon menő dolog. Aha. Ez abban másabb, hogy ezen STR van. Hát ez csak egy picit gyengébb, ezt felvesszük, legalább nem kell rá költeni, hogy átrolloljuk a statjait. Na ez mondjuk bőven jó STR Dex. És van rajta socket hely. Aha, jól áll, nagyon jól áll ez a heavy cucc rajtunk. A medium naci marad, a light az megy, viszlát. Igen, szétszedjük ezt a lightot, majd úgy is lesz jobb. Azért megnézem a fejemen, hogy ez milyen sapka. Hát ez nem kell. Na, az mondjuk STR Dex-es. STR Dex-es médium naci. Light-os kuka. STR Constitution-os chest. Aha, ugye ebben nincsen socket hely. Hát szétszedjük a médiumokat is. Gyere, maradunk a heavy-nél.
Asztarotka, nagyon-nagyon szépen köszön a támogatásodat, Imeron 14. hónapja, mint feliratkozott vadász. Srácok! Semmi gond, Avenger, semmi gond. Előfordul bárkivel. Úgy-úgy peregjenek, srácok, a szövegek Asztarotkának. Na nézzük a fegyókat. Fire Staff. Hát durván néz ki. Durván néz ki ez a Fire Staff. Kísérletezzünk ezzel. Vicious. 6,9% plusz crit damage. Dex int. Kevesebb ötletet generálunk. Ott a hatchet. Ott egy spear is. Itt a fejéreket nem is kell néznem. Ez biztos kuka. Rapiert nem nyomunk. Fire Staff. Int Dex. Staminát kapunk ölésnél. Nem is kérdés, hogy azt tartjuk meg. Tetszik, hogy Ice Gauntletet is kaptunk. Jó, ezeket megtartjuk, aztán majd, hogyha játszok esetleg off-stream, mert a héten már nem lesz New World stream, akkor majd lehet, hogy ezeket meglesem, hogy így milyen ezekkel játszani, mennyire jön be. Mennyire jönnek be? Hát tudom, hogy nincs hozzá gírem, meg ami lett volna, azt is szétszedtem az előbb. De azért majd megnézem a hatchetet, hogy mennyire adja. Hogy így azzal milyen lenne mondjuk DPS-elni. Ezt még meg kell, hogy rágjam, skacok. Hogy az expedíciós énem az így mit csináljon majd. De látjátok, a felszerelésem majdnem teljesen lecserélődött, még kellene nekünk pajzs, nadrág és egy kalapács. És akkor mindenünk tier 3 lesz. Amit így mondtam a stream elején, a 27-es szintet sikerült elérni, majdnem sikerült tier 3-as cuccokba öltözni, és még egy expedíciót is megnéztünk, úgyhogy még hozzá randomokkal. Szóval, hát ennek örülök, skacok. Volt sok haladás ebben a New World streamben is. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek, élveztétek.